szinte egy sakkjátszmát vezényelt innen az oldalvonal merről, mert mindenre egyből tudott reagálni, vagy reagáltatni csapatát. Gondolok itt a kiállításra, egyből ahelyett, hogy elvesztette volna a fejét, akár ön is, egyből mutatta a játékosainak az új variációt. Jól játszott a Kecskemét, ezt elmondtuk mi is többször, hogy látta, maradt még a csapatban? Én azt gondolom egyébként, hogy amire készültünk, hogy egy nagy taktikai csatára készítessük a videótont, egy olyan játékra, amiben minden négyzetcentiméterért meg kell küzdeniük. Én azt gondolom, hogy ez bejött. Nem is tudom, hogy igazából olyan nagyon-nagyon komoly zicsere volt-e mindenek. Ilyen lecsorgó lepattanokból ugye blokkoltunk párat, de igazán kidolgozni nem nagyon tudtak helyzetet. Igaz az is, hogy egy picit ebben mi is belefáradtunk, bár az első fél időben úgy érzem, hogy ott voltak nagyon, nagyon komoly lehetőségeink. A másodikban a kiállítás után, hát utána már csak én azt úgy érzem, hogy egy ilyen jó csapat ellen meg kellett becsülnünk az egy pontot, nem rohadtunk fejjel a falnak. És hogyha Bebétó esetleg fönnmaradt volna, akkor lett volna ebből három? Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye olyanokat akartam felhagyni, akik még volt energia, ő azért abba a nagy küzdelembe picit felőrlődött, úgyhogy ez így a csapatnak a sikere mindenképpen. És ez a sikerhez pedig gratulálok, köszönöm szépen Bekő Balázsnak az értékelést, illetve gratulálunk a megszerzett egy ponthoz. Mellettem pedig már Szabó Gergő a Videóton sajtófőnök, illetve Joan Carillo a Videóton vezetőedzője. Hát az első kérdés, illetve az első szó az a gratuláció, hiszen ezzel az egy ponttal a Videóton őszi bajnok, de vajon elégedett ezzel a játékkal az eredménnyel a vezetőedző? Felicitaciones por ser campeones de invierno con ese un punto. ¿Cómo estás satisfecho con el juego de hoy? Bueno, la verdad es que gracias por las felicitaciones, pero el quedar campeón de invierno no sirve nada, no ganas nada, o sea, eso de entrada. Lo único que ganas es que seguramente se están haciendo bien las cosas, porque si estás en primera posición quiere decir que estás haciendo bien las cosas. El partido de hoy es el partido que de muchos equipos es muy difícil este partido, porque el equipo contrario solo se dedica a estar en su campo, a defender, estar pendiente de las transiciones. Yo creo que el equipo ha estado bien, el equipo ha estado defensivamente muy fuerte, muy concentrado, prácticamente no han tenido ninguna ocasión. Nosotros hemos tenido ocasiones para marcar, no hemos marcado, pero ese es el trabajo. O sea, al final, yo creo que después de 94 minutos, después de lo que pueden decir, que si una tarjeta, que si esto, yo creo que hay un equipo que ha tenido más ocasiones que el otro, y es el Videoton. Eso es lo que trabajamos, punto. Először is köszönjük szépen a gratulációt, de hát a téli bajnok az még semmit nem nyer, ezt azért szögezzük le. A mai mérkőzést tekintve ugye az történt, amire számított, egy nagyon nehéz mérkőzés, egy nagyon masszívan védekező ellenfél ellen. A Kecskemét ugye ráadásul most hazai pályán is volt, és azt tudtuk, hogy ennyire fognak védekezni, nagyon masszívan. Ennek ellenére a fiúk jól dolgoztak az egész mérkőzésen, betalálnunk sajnos nem sikerült, de bőven volt helyzetünk, és megtettek a fiúk mindent, ami tőlük telt, sajnos ma nem sikerült gólt lőnünk és megnyernünk a mérkőzést, de ettől függetlenül elégedett a munkával.